Tavaly ősszel kezdődött Nyíregyházán a Sóstói erdőben a kórháztól északra fekvő területen, két egymás melletti erdőrészletben 4 hektáron fakitermelés. A főként akác és tölgyfafajú erdőállomány kétharmada csúcs száradt fákból állt, ezért nem lehetett tovább halogatni a munkát. A fakitermelés még az elmúlt évben befejeződött, a faanyagot elszállították, a vágástakarítás és a talajelőkészítés is véget ért. Köszöntöm a stúdióban Tölgyfa Gábort, a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti ZRT erdészeti igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőket én is. Ami engem illet, én mindig megijedek, amikor ilyen nagy területen látom, hogy tarolják a fákat. Elég rossz érzés ezt végignézni, és úgy kell tudatosítani magam, hogy hát hiszen itt erdőgazdálkodás folyik, és ez része ennek a munkának. Csak olyan ijesztő, amikor egy parkerdő, az a terület, az parkerdő egyébként? Ez is a parkerdő része, így van. Hogy azt gondolná az ember, hogy ott igazából csak azokat a fákat vágják ki, ami elöregedett? Ahogy a felvezető szövegben is hallani lehetett, hogy a kétharmada már csúcsszáradt fákból állt, ez valóban így volt, tényleg nem lehetett tovább halogatni. Az akác, fafaj, ugye az erdőterületen akác és tölgyfafajú állomány állt, az akác egy olyan 30-35 évre tesszük azt a kort, ameddig tartjuk, ameddig nem kezd el egészségállapota komolyan romlani. A tölgynél ezen a termőhelyen 80-90 év. Na most itt az akác már 60 év felett volt, a tölgy pedig 120-130 év közelében járt. Tényleg a kétharmada száraz volt a fáknak, és hát egy ilyen területen mi erdőgazdálkodók mindig nézzük, hogy a kivágott fának hány százaléka tűzifa, hány százaléka hasznosítható valamilyen ipari célra. Ez a 50-et azért el szokta érni más területeken. Na most itt 20-25 százalék volt az iparilag még hasznosítható, de az is jóval-jóval értéktelenebb volt a túltartás miatt. De igazából... És ez éppen a parkerdő miatt történt ez a túltartás? Természetesen. Tehát nyilván út melletti területről van szó, korábbi években nagyon-nagyon meggondolták elődeink is, mi is sokáig kerestünk más-más megoldást, de egyszerűen nem lehetett tovább tartani ezt az állapotot, mert nagyon komoly veszélyt hordoz. Nagyon sokan járnak arra a területre. Ugye ez az a terület, amin keresztül a vasúton túli oldalra el lehet jutni, tehát nagyon sokan futottak arra felé, és nem nevezhető éppen nem látogatott résznek. A szemközti oldalon is történnek most munkálatok, ahogy én láttam. Igen, ez teljesen más jellegű fakitermelés. A közútkezelő felhívására vagyunk kötelesek, úgymond a kidőlni látszó fákat eltávolítani azért, hogy az útra ne jelentsenek veszélyt. Azon a területen, amit kitermeltek ezen a 4 hektáron, milyen visszaültetés, visszatelepítés történik? Milyen fajokat? Ugyanazokat ültetik vissza, vagy esetleg váltanak, frissítenek? Egy picit váltunk, de azért a fő irány ugyanaz. Megtörtént egyébként az erdősítési munka a tavasszal, beültetésre került a terület. Egyrészt hát a fő fafaj a tölgy lesz továbbra is a területen, de mivel ha elmegyünk egy autóval az úton, látszik, hogy egy elég komoly domb vonulat húzódik keresztül a területen. Tehát a tölgyet elsősorban a laposabb részekre gondoljuk, a domb tető, a domb oldalba inkább lágy lombos, elegyes erdőt célzunk meg, olyan fafajokkal, amik idevalóak, őshonosak, de azért a szemnek is örömet okoznak. Vadkörte, vadalma, tehát ezek majd tavasszal, amikor elkezdenek virágozni, nagyon szép látványt fognak nyújtani. Ezüsthás-sat ültettünk elég komoly darabszámmal. Hát összesen egy 24 ezer darab csemetét ültettünk még a magvetésen kívül a területre. Mennyi idő, amíg ez úgy látványosan majd akár virágba fog borulni, mondjuk egy vadkörte? A fák mellett egyébként a közút mellé cserjesort is telepítettünk, pontosan hasonló célra, hogy esztétikailag egy kicsit szebbé tegyük a jövőt az út mellett. Ugye 2009-ben történt egy viharkár, ami a aktuális terület mögötti területet érintette. Ott már viszonylag azért az látható, hogy kis fák vannak, már erdőkép van. Tehát azt mondom, hogy egy 8-10 év múlva
már érezhető lesz, hogy ott van valami. Most is nekünk, a mi szemünkben már egy jó sikeres erdősítésen vagyunk túl, a mi szemünkben ugyanolyan, nem ugyanolyan, de erdőnek számít a terület, de ha a lakosság részére szerintem egy 5-8-10 év múlva már érezhető lesz a területen, hogy ott van egy erdő. De gondolom nem ez az egyetlen terület, ahol friss telepítés történik. Hány hektáron gazdálkodik egyébként a Nyíredő? Hát a Nyíredő ZRT egyébként 60 ezer hektár megközelítő területen gazdálkodik a két megyében. Évente olyan 1000 hektár az a terület, ahol hasonló munkálatokat végzünk. És ugye ebből 4 hektárt érintettünk tavaly itt a Sóstójerdőben. Tehát nagyon-nagyon elenyésző része a területünknek, a működés területünknek, és igazából, amit említettem, hogy gazdaságilag igazából ez nem a legjobb területnek számít, ez nem cél a parkerdőben. Itt elsősorban már biztonságtechnikai okok miatt kellett ezt elvégezni. Ahol viszont cél a gazdaságosság, ott hogyan tudják ezt megoldani, hány fővel dolgoztat a Nyírerdő? A Nyírerdő alkalmazotti létszáma elsősorban a szakszemélyzet, az adminisztrációs tevékenységet szolgálja ki, illetve fafeldolgozó üzemekben fizikai dolgozókat alkalmazunk. Közmunkaprogramokat évek óta működtetünk, általában egy 8-900 fős éves létszámmal dolgozunk. Ez volt mondjuk tavalyig jellemző, de azért azt vettük észre, hogy egyre komolyabb erőfeszítést vagy nehézséget okoz a létszám megteremtése. Ez azt jelenti, hogy az emberek át tudnak helyezkedni a rendes munkaerőpiacon, ami azért örvendetes, és ebben az évben ez a létszám már jóval kevesebb lesz. Meg tudják oldani a kevesebb létszámmal is várhatóan a feladatokat? A feladatunk nagy részét azért vállalkozások végzik el, úgy a fakitermelés, úgy a erdősítési munkákat. Ugye itt az erdőápolásban, a parkerdő fenntartásban volt nagy szerepe a közfoglalkoztatásnak, meg kell oldanunk, tehát ez nem kérdés. Tölgyfa Gábor, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én köszönöm a lehetőséget.